szeretettel köszöntünk mindenkit a Korgolő novemberi Mártonnapi adásán. Ezúttal mécseseket fogunk díszíteni, és hogy miért pont most van ennek az ideje, ennek a története régmúltra nyúlik vissza, ugyanis még az elektromos világítás előtti időkben ezen a napon kezdtek el a műhelyekben lámpafénynél dolgozni. Másrészt pedig a gyertyák fénye a szeretetet is jelképezi. Úgyhogy most mi is ezekkel fogjuk díszíteni a mécseseinket. A mécsesek díszítésére nagyon sok lehetőségünk van. A legegyszerűbb, és hogyha nincsen időnk, akkor ezt ajánlom is, azt a kézmelegítőt, amit már korábban elkészítettünk, elegendő csak ráhúzni egy pohárra, és már is elkészült a mécsesünk, de ha egy kis időt szánunk rá, akkor különböző mintákat kipróbálhatunk, amikkel földíszíthetjük ezeket a mécseseket. A legegyszerűbb minta is, hogyha egy díszes vonalat választunk hozzá, akkor nagyon ünnepi tud lenni. Díszíthetünk kicsit mécses tartókat is, és olyan befőttes üveg is alkalmatos lehet, amit vagy akár egy ilyen szalagkorgolással díszítünk, vagy egy színes gallér korgolunk neki. Most ezt fogjuk kipróbálni ezzel a trükkös, gyöngyös verzióval. A cakkos szegélyt elkészíthetjük szélesebb, illetve keskenyebb verzióban is, és a különlegességét az adja, hogy a cakkok végén egy-egy gyöngyöcske ül. Hogy ezt hogyan varázsoljuk rá, azt most meg is mutatom. Ehhez annyi gyöngyre van szükségünk, ahány cakkot szeretnénk kialakítani. És ezt rá kell fűzni előre a fonalunkra, ugyanis ezek a lukak túlságosan picik ahhoz, hogy a horgolótű fokával átnyúljunk rajta. Ezt hidaljuk át azzal, hogy előre felfűzzük a megfelelő számú gyöngyöcskét arra a fonalra, amivel dolgozni szeretnénk. Most is van egy kottánk, ami a segítségünkre lesz. Akkor kezdjük is el. A kezdő láncszem után három láncszemet készítünk, és visszaöltünk a legeslegelső szembe, oda elkészítünk még kettő egyráhajtásos pálcát, és így összesen akkor három pálcánk lesz. Aztán három láncszemet készítünk, és az első szembe öltve szintén három egyráhajtásos pálcát. Ennél a munkánál a varázsszám a hármas, itt gondoljunk Ludas Matyira, ő is háromszor veri ezt Ludas Matyi vissza, és aztán fordulunk. Magasításnak három láncszem, és a legyező minta közepébe fogjuk elkészíteni a következő legyezőnket. Három egyráhajtásos pálca, három láncszem, és ugyanoda öltve három egyráhajtásos pálca.
tulajdonképpen ezt is folytathatnánk így vég nélkül, akkor egy keskeny kis csipkét kapunk, ezzel is nagyon jól lehet díszíteni, erre is rá lehet lógatni különböző csillagocskákat, amikkel feldíszíthetjük a mécseseinket, de most nem állunk itt meg, hanem kialakítjuk ezeket a kis hálócskákat. Ehhez, most itt járunk, 2 láncszemet kell még készítenünk, és 1 pálcával a kezdő láncszembe öltünk. És itt így kialakult egy kis négyzetünk. Fordulunk, itt most 5 láncszemet készítettünk el, és ezt ide rögzítjük az előző legyező sor utolsó pálcájába. Aztán újra 2 láncszem, és visszaérkeztünk a kezdő legyező motívumunk közepéhez, ahol elkészítjük azt a folytonosan visszatérő és állandó 3 pálcát, 3 láncszemet, és újra 3 pálcát. Fordulunk, most már itt tartunk, 3 láncszem magasításnak, és aztán elkészítjük a legyezőt, 3 pálca, 3 láncszem, és ugyanoda öltve 3 pálca. És itt most nem fordulunk meg, hanem tovább haladunk ebbe az irányba. Tehát készítünk 2 láncszemet, és az előző sor legyezőjének a szélébe öltünk, aztán újra 2 láncszem, újra odaöltünk az előző sor egy pálcájába, aztán még 2 láncszem, és a legszélső kis négyzetbe öltünk. Ezzel kialakult a háló minta. Most fordulunk, elkészítünk 2 láncszemet, és most ide húzzuk az előre felfűzött gyöngyöcskét, és egy öltéssel fixáljuk a helyzetét. Fordulunk, tehát most itt vagyunk a sarkánál ennek a mintának, 2 láncszem újra, és aztán ide öltünk a négyzet minta kialakításához. Aztán újra 2 láncszem, és a négyzeteket keressük, a sarkokat. Most ide fogunk ölteni. 2 láncszem, és elérkeztünk a legyező minta legszéléhez. Újra 2 láncszem, és most már kialakítjuk a következő legyező motívumot. Ehhez ugye szokás szerint 3 pálcára, 3 láncszemre, és újabb 3 egyráhajtásos pálcára van szükség. Ezzel megvan az első cakk. Kezdjük a következőt kialakítani. 3 láncszem magasításnak, fordulunk is, és újra a legyező motívum következik.
aztán a három pálca után három láncszem, ugyanoda öltve három pálca, elkezdjük kialakítani a következő hálót. Tehát beleöltöttünk az előző legyező minta legszélső pálcájába, és most öt láncszemmel fordulunk. Visszaöltünk a legyező sor szélébe, és aztán visszaérkeztünk a kezdő sorunkhoz. Fordulunk három láncszemmel, és megint a legyező motívum következik. Ez a legyező minta ismerős lehet a kézmelegítőről is, bár nem csak egy legyezőt horgoltunk, hanem egymás mellé sokkal többet, de az alap az ugyanaz. És akkor most kiegészítjük a hálónkat, ezzel kialakítjuk a cakkot. Két láncszemet öltünk, az előző sor szélső legyezőjébe, aztán megint két láncszem, beleöltünk a négyzetháló következő pálcájába, megint kettő láncszem, elérkeztünk a sarokhoz, és akkor itt öt láncszemmel fordulunk, de ugye itt a közepénél újra odaöltjük a gyöngyöcskét, tehát kettő láncszem, jön a következő gyöngyöcskénk, amit fixálunk, és aztán újabb kettő láncszem, és aztán a négyzethálót megkeressük, kialakítjuk. Két láncszem, és a pálcára öltünk. Ezek a pálcák egész jól kijelölik a négyzetháló alakját, méretét. Azokra kell figyelnünk. És most visszaérkeztünk a kezdő legyező motívumhoz. Itt ezt már rutinosan elkészítjük. Három pálca, három láncszem, és újabb három pálca. És akkor elkezdjük a következő cakkot. Három láncszem magasításnak fordulunk, aztán három pálca, három láncszem, újabb három pálca ugyanoda öltve, és aztán elkezdjük ezt a négyzethálót is, az előző sor
legyező mintájának a szélébe öltünk, és aztán 5 láncszemmel fordulunk. Aztán újra a legyező motívum. Egyébként úgy is nagyon szép mintát kapunk, hogyha váltakozva egy kicsi és egy nagy négyzethálót készítünk el. Tehát, hogyha ide öltjük a gyöngyöcskénket, akkor egy nagy, egy kicsi, egy nagy és egy kicsi fogacska váltakozik. Jó. Következő sor. 3 láncem magasításnak. A szokásos és már jól ismert legyező minta. Három láncem. Újabb 3 pálca, és most folytatjuk a háló készítését. 2 láncszem, az előző sor szélső pálcájába öltünk, újra 2 láncszem, az előző sor pálcájára öltünk, újabb 2 láncszem, most ide a sarokba öltünk egyet, és most elkészítjük ezt a csücsköt, 2 láncszem után újabb gyöngyszemet húzunk elő, amit fixálunk, aztán még 2 láncszem, és fordulunk, innen már visszafelé haladunk. Mindig az előző sor pálcájába kell öltenünk, és akkor szépen kialakul ez a háló minta, ez a cak. Újabb 2 láncszem, és a legyező minta szélébe öltünk, és aztán elkészítjük magát a legyező mintát. Ezt ismételjük a kívánt hosszúságig. Ha elkészült a megfelelő hosszúságú cakk, akkor rápróbáljuk a mécsesre, és összeöltjük. A kezdő láncszembe kell öltenünk, és így összeölteni. És aztán rá ügyeskedjük. Itt egyébként még tudunk a feszességén szabályozni. Megmutatom, hogy milyen, amikor a rövid és a hosszú cakkokat váltogatjuk, vagy ha csak a rövideket készítjük el, vagy ha csak a hosszú cakkokat. Kedvünk szerint kísérleteztetünk vele. Ő
Örülünk, hogy újra velünk tartottatok. Legközelebb karácsonyra fogunk együtt készülni, amikor ajándékkísérőket és kis meglepetéseket fogunk készíteni. Addig is minden jó!